Táncolj törő, jó 10 évig skandálta ezt a szurkolótábor Törőcsik Andrásnak, aki tegnap hunyt el tüdőgyulladásban. Az Újpest 45-szörös válogatottjáról sokan gondolják, hogy világsztár lehetett volna. A hajdani szövetségi kapitány Mezei György pedig azt mondta róla, hogy tehetségesebb volt Maradónánál is. Két hasonló élet a pályán és ugye a pályán kívül is. Élete utolsó szakaszát már több agyműtét után szanatóriumban töltötte. Ott látogattuk meg őt 5 évvel ezelőtt. Mint mondtam, azóta Törő a gondolataiba zárkozott, ez volt talán az utolsó televíziós megszólalása itt a Heti Naplóban, tehát 5 évvel ezelőtt, 2017. novemberében. Törőcsik András edzésben. Nehezen megy neki a járás, de amit látunk, mégis óriási javulást jelent az állapotában. Olyan 1,5 évvel ezelőtt ugyanis csak feküdt egész nap, most viszont már igényli a mindennapos tornát. Kevesen hitték azt mondjuk 2015-ben, hogy eljut idáig. 1, 2, 3. Az én generációmnak Törőcsik olyan, mint a szüleimének paplaci. Mindenkinek van egy sztoria vele. Még az is lehet, hogy nem igaz, de van. Hiszen mégiscsak ő volt a 70-es, 80-as évek egyik legjobb, ha nem a legjobb labdarúgója. Nekem is van sztorim vele, hiszen többször focizhattam ellene, 2001-ben pedig a magyar labdarúgás állapotáról kérdezhettem. A világ elment mellettünk, mivel ugyanúgy a régi idők fociát játszunk, szeretnénk játszani, ami ma már nem működik. Az interjú előtt pár perccel ért véget az az öreg fiúk meccs, amelyen ő az MTK csapatát erősítette. Duplán emlékezetes nekem az a mérkőzés. Egyrészt az volt életem utolsó meccse, másrészt ott mutathattam meg öntudatlanul, hogy mennyit jelent a mi generációnknak Törőcsik. Ennél a jelenetnél. Ahogyan látják, az MTK-sok és Törő éppen bolondot csinálnak belőlünk. Egészen addig, amíg jön egy kisé pontatlan passz, így le tudom szedni a labdát Törőcsik lábáról. Utána pedig lényegében öntudatlanul megpaskolom és megsimogatom azt a lábat, amelyben addigra már annyi, de annyi meccs volt. Mindezt csak azért mondtam el, hogy jelezzem, nagyon szeretem Törőcsiket, mégis, vagy tán épp ezért nehezen szántam rá magam, hogy bemenjek hozzá a szanatóriumba. Tóth Andrással látogattuk meg Törőt. A két férfi 7 évig játszott együtt az Újpestben és 3 évig a válogatottban. Tóth úgy emlékszik, hogy barátja élete első újpesti gólját éppen az ő passzából szerezte. Amúgy nem először jött már be hozzá, azt is tudta, hogy banánt kell hoznia, hiszen az Törő egyik kedvence. Törőcsik ma nagyon jókedvű, örömmel fogadja a kamerát, pontosan tudja, hogy forgatás zajlik, sőt a maga módján még viccel is a kamera előtt a régi baráttal. Megpucolok. Ha meg tudod, hát megpróbálom. Annak, aki nem tudja, hogy hogyan kommunikál Törőcsik 1,5-2 évvel ezelőtt, ez csak egy szimpla párbeszéd. De aki tudja, hogy nem is olyan régen még talán meg sem ismerte volna Tóthot, az tudja igazán értékelni ezt az évődést. Óriási előrelépés ez az állapotában. Úgy emlékszem rá, hogy ők ketten együtt a Fekete Lacival kerültek oda, Bálidi Pali bácsi keze közé, és hát, ahogy oda kerültek, Pali bácsi rögtön észrevette, hogy mekkora nagy tehetség mind a kettő. Megtaláltam a Labdarúgás című magazinban Törőcsik első interjúját, még 1975-ben adta. Az a címe, hogy még ma sem nagyon hiszi. Törőcsik arról beszél, hogy mekkora megtiszteltetés neki az Újpestben játszani Bene Ferencékkel, meg arról, hogy a helye Noskó és Horváth között van az öltözőben. Olyan cselező készsége volt, kiismeretetlenül cselezett, amit a védők egyszerűen bolondot csinált a védőkből. Gondolom mindenki emlékszik a Köln elleni cselesorozatra, amikor tényleg meghűjtette azt a jobb oldali védőt. Törőcsik Steiner a nyomában, a sarkában, szó szerint. Nagyon szép csel után Törőcsik be lehet adni, András, még nem, még egy csel. Kis Sándor, és gól! Nem mellesleg az a védő, bizonyos Steiner, 1990-ben világbajnok lett a német válogatottal. A Bundesligában meg 500-nál is több meccset játszott. Törőcsik mindezzel együtt úgy megforgatta, ahogyan a kikapós legény szokta a menyecskéket a falusi bálon. Törő sokat táncolt, és sajnos nem csak a pályán. A bohém élet végét egy tragikus baleset jelentette 2014-ben, amikor elesett és beverte a fejét. Agyműtét következett és mesterséges kóma. Azóta gyógykezelik, rehabilitálják. Ma alig várja, hogy elkezdjünk sportolni. Ezt megszokta így napi rend szerint, hogy
Zöld-fehér labdával játszom? Hát zöld-fehér labdával. Neki a szíve egyik fele zöld-fehér, a másik pedig lila-fehér. István másfél éve kezeli Törőcsiket, némi túlzással ő a bátyja, az edzője, a masszőre és a barátja egyszerre. Hetente háromszor jön és egy fél napot tölt a legendával. Azt mondja, hogy amikor először találkoztak, elkeserítő volt a látvány. András szinte egyáltalán nem beszélt és teljesen bezárkózott a saját kis világába. István viszont eldöntötte, hogy ha törik, ha szakad, változtat ezen a helyzeten. Kidolgozott hát egy hosszú távú tervet, amely illik Törőcsikhez. A labdával mindenre rá lehet venni. Azt imádja. Munkaterápia szerűen végzünk olyanokat, hogy mit tudom én, golyóstollakat szétszedünk, összerakunk. Víz csaptelepet szétszedünk, összerakunk. De a főszerep persze mégiscsak a labdáé. András a hírek szerint annak idején nem igazán szeretett edzeni, itt a szanatóriumban viszont ezek a fél órák jelentik neki az élményt, a különlegességet a mindennapokban. Jöhet! Pörgessük fel egy kicsit, gyere! Amikor a riportra készültem, voltak olyanok, akik arról győzködtek, hogy nincs mit mutatni Törőcsiken, hiszen javíthatatlan az állapota. Én meg azt láttam a forgatás közben, hogy ez az ember erejét megfeszítve küzd azért, hogy egyszer még majdnem olyan lehessen, amilyen azelőtt volt. Gyerünk, nincs elveszett labda. Kárász Róbert kollégánk egy évvel ezelőtt mehetett be Törőcsikhez. Akkor még szinte reflexzerűen öntudatlanul rúgta a labdát. Most viszont már tudatosan teszi mindezt. Ez is óriási fejlődés. Mehet kezdni. 20-at természetesen. 1, 2, 3. Zubriák József, azaz Csöpi, a Ferencvárosban lett gólkirály, mégis imádta Törőcsiket. Egy nagyon jószívű, barátságos, jóhumorú és értelmes embert ismertem meg benne. Zubriák azt mondja, hogy annak idején nagyon sokat kártyáztak együtt, és Törő a Römiben is kimondotta jó volt. Egyébként sosem tartotta a száját, még a főnökeivel szemben sem. Ő hangot is adott annak, hogyha nem értett egyet, egy-egy edző taktikájával. Tehát nem volt egy könnyen kezelhető ember, de hát, ahogy szoktuk mondani, csak jó egy gyerekekkel nem lehet háborút nyerni, és hát Törő az zseni volt, tehát őt nem lehetett kiadni a csapatból. Azt is megkérdeztem Zúriáktól, hogy van-e, lesz-e hasonló tudású focista a magyar pályákon? Én nagyon szeretném, de hát kevés az esély rá, mert egy ilyen kvalitású játékos, azt szokták mondani, hogy minden 100 évben születik, mind a Törő volt. Annak idején úgy is bántak vele, mint egy igazi nagy sztárral. Ezen a címlapon például együtt szerepel az argentin Gattival, az olasz Causióval és a francia Platinivel. Nem akármilyen tabló. A labdarúgás egyik 1978-as cikkében pedig az akkor csúcson lévő Zalatnai Cini áradozott arról, hogy Törő mekkora labdarúgó. Ahogy fogalmazott, szenzációs focista, aki bárkit be tud csapni. Újra a szanatóriumban vagyunk. Bár sokan óvtak attól, hogy megpróbáljak Törővel személyes kapcsolatot teremteni, mert úgysem beszél majd velem, szerencsére mégis megpróbáltam. Simán beleegyezett abba, hogy passzolgassak vele egy kicsit, sőt, még a guggoló gyakorlatokat is elvégezhettem vele. Csináltunk 3x20 guggolást, majdnem, hogy jobban bírta nálam. Sőt, utána még egy villáminterjút is adott. Most fáradt jobban vagy az argentinok ellen? Most. De erre emlékszel az argentin meccsre? Igen. Az milyen volt? Szar. Törőcsik sosem múló dühe érthető. 1978-ban a VB-n az argentin védők szinte az egész meccsen rugdosták, végül mégis őt állította ki a bíró, elvéve ezzel tőle élete legnagyobb lehetőségét, a VB meccsen aratott győzelmet. Ahogy a régen, az edzés után most is jár a masszázs. Istvánt arról kérdezem, hogy mi a végcél, meddig szeretné eljuttatni Törőcsiket? Egy jó értelemben vett, jó minőségű hétköznapi életet az otthonába, a családja körében éljen, ezt én mindenképpen kivitelezhetőnek, lehetségesnek tartom. István szerint ehhez még legalább másfél-két év kell, de azt mondja, hogy addig nem nyugszik, amíg el nem érik ezt a célt.
Törő amúgy a televízióban sem követi a magyar labdarúgást, ahogy mondta, nem nagyon érdekli. Dedikálni viszont szeret, örömmel írta alá a heti napló nézőinek például ezt a lila-fehér labdát. Ahogyan az előzőekben hallhatták, Andrást már nem igazán érdekli a labdarúgás, bár ennek néhány dolog azért ellentmond, például éppen egy sportújságot olvasott, amikor megérkeztünk hozzá. Ezen kívül pedig a nővérétől, Évától hallottam azt a történetet, hogy nem is olyan régen, néhány hónappal ezelőtt jöttek valahonnan autóval. A nővére szándékosan erre hozta az újpesti stadion felé, András fölkapta a fejét és azt mondta, hogy menjünk be. Bejöttek, és ahogy a nővérétől tudjuk, besétált a gyepre, bement a kezdőkörbe, lehajolt, megnézte, hogy mekkora a fű, majd elégedetten csak annyit mondott, hogy jó lesz. Úgy látszik, hogy a lila szív azért lila szív marad. A heti naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták. Zolival fogok most egy kicsit beszélgetni Törőről. Tudod, mit néztem, Zoli, hogy pont ugyanazt láttam, mint amikor annak idején még a halál előtt Puskás öcsivel forgathattunk, hogy beteg volt, már nagyon nehezen formálta a szavakat, nagyon rövid interjút adott, hogyha egyáltalán ezt annak lehet nevezni, ugyanúgy, mint Törő. De amikor a labda az ott volt a lábán, akkor úgy előjött belőle az a régi tudás, nem? Tehát ezt nem tudják elfelejteni. Nem, abszolút. Tehát hogy voltak ilyen közeli képek. Csetlik, akkor... botlik, de a labda, amikor ott van, akkor tudja, hogy mit kellene csinálni. Szabályosan passzolta a belsőt. És itt már egyébként jobban volt annál, mint korábban. Tehát itt már relatíve jól érezte magát. Azért is mentünk be hozzá. Ez volt az utolsó tévés interjúja. Én valószínűleg ugye nem nyomozgattuk ezt, de... Én egy picit azért úgy átfutottam most, annál is inkább, mikor készültem erre a beszélgetésre, de nem találtam frissebb interjút vele, televíziósat. Ő már itt azt éreztem, hogy pontosan tudja, hogy mi történik körülötte, de nem nagyon akar megszólalni. Tehát, hogy... Tehát jól mondtam azt, valamelyik felkonferálásban mondtam, vagy talán promócióban, hogy így a gondolataiba zárkózott az élete utolsó éveiben? Igen, volt. Szerintem volt egy saját belső világa, és abban élt, és néhány embert beengedett. Úgy néz ki, mintha így mindent pontosan tudott volna, hogy mi történik körülötte, kik jönnek, mennek, de nem akarta ezt magából kiadni, így van? Szerintem igen, abszolút ez így volt. Neked különben van valamilyen személyes emléked róla, élményed? Mikor találkoztál vele először? Van, sok, mert néhányszor... Megismerte, amikor oda mentél? Nem, soha nem ismert meg, de néhányszor fociztunk egymás ellen különféle rendezvényeken, és de ami sokkal nagyobb élmény ennél, az, amikor 81-ben nálunk Jászberényben játszott kupameccset az Újpest, aminek ugye ő volt a sztárja, és 3-1-re kaptunk ki a salakos pályán, mert esett az eső, úgyhogy Újpest ide vagy a füvet nem lehetett használni. És akkor lőtt egy olyat, hogy 25 méterről, hogy kapufa, ebben még nincs semmi, de a kapufáról átpattant a másik kapufára, tehát 7 métert ment vízszintesen a labda, és utána jött ki, és soha ezelőtt se azóta nem láttam. De különben olyat. Ilyen focista volt, nem? Tehát, hogy vagy nagyon összejött neki minden egy foci meccsen, vagy pedig semmi, sőt, kifejezetten kudarcos meccsei voltak, és ez nagyon komoly kudarcként élte is meg. Abszolút. Viszont mérhetetlen szerény volt. Ezután a meccs után voltak egy fiatal játékosunk, szerintem nem bánj, ha mondom a névét, Deme Gábor, aki akkor nagyon gyerek volt még, és nagyon jó játszott, és oda ment utána a Törőcséghöz, hogy kérjen egy autógramot. És pont ott voltam. A Törő megölelte, és azt mondta, hogy hagyjál, mert ezek után én kérek inkább tőled is. És a Gabi szerintem azóta is ebből táplálkozik, ebből a Törőcsik-féle ölelésből. Neked megvan még a labda különben? Meg, természetesen, az a labda dolgozó szobám díszhelyén van, úgyhogy... Érdekes, mert mindent így közösen begyűjtünk az ilyen közös dolgokat, ott van a szerkesztőségben, de ezt hazavittem. Ezt hazavittem a biztonságra, jó helyen van az ott. Zoli, köszönöm szépen!